Így vonult be a nagyasszonyunk, katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium 20 végzős tanulója az intézmény udvarára, ahol megtartották a ballagási ünnepséget. A koronavírus járvány miatt hozott óvintézkedések következtében az intézmény szűk körben, mondhatni csak a családtagok jelenlétében és a hagyományos időponttól eltérően egy hónappal később szervezte meg a jeles eseményt, a diákok legnagyobb örömére. A rendezvény a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, majd a 11. évfolyam tanulói búcsúztak az iskolatársaiktól. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van. Elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében. Csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutunk ugyanahoz a célhoz. A búcsúztató után szavalatok követték egymást, majd a végzősök képviseletében Göde Renáta, 12. évfolyamos tanuló szólt az egybegyültekhez. Kisiskolás korom óta álmodoztam erről a napról, sőt évről, miközben figyeltem a felsőbb évfolyamba járó diákokat, mindig arról ábrándoztam, hogy egyszer én is 18 éves végzős diák leszek, és számláltam vissza az éveket. Majd ahogy közeledtünk ehhez a tanévhez, egyre hihetetlenebbnek tűnt, hogy pár hónap múlva már nem fogunk minden nap bejárni az osztálytermünkbe, a jól összeszokott osztályunkhoz, és ez az érzés sokunkban félelmet keltett. A végzős elcsukló hangon idézte fel a közös iskolás emlékeket, a vicces történeteket, és ezt követően került sor az ünnepélyes zászló átadásra, amikor is a búcsúzó osztály szalagját is rákötötték. A ballagási ünnepségen az iskola igazgatója, Kockás Emma Eszter nővér is szólt az egybegyültekhez, aki ünnepi beszédében kiemelte, hogy mennyire hálás azért, hogy az intézmény meg tudta tartani a búcsúzó ünnepségét. Különleges, mert létszámában is inkább baráti és szűk körűnek mondanám. Különleges, de mégis áldott, hisz a helyzethez igazodva nyílt térben tartjuk, és remélem, hogy ez még hozzáad valamit az élményhez, és egy új tapasztalattal gazdagít mindannyiunkat. A rendezvény végén kerül sor az emlékajándék átadására, amelyet azok a diákok kaptak, akik 12 éven át koptatták az iskola padjait, illetve a szülők ekkor adhatták át a virágaikat is.